A borrendnek megalakulása óta a cselszegi fűszeres az ászlós bora. A bor tehát állandó, a termelők viszont nem, hiszen most már évente újra és újra borlovagok választják ki, melyik termelő cselszegi fűszerese viselheti a megtisztelő címet. Ez is egy a számos hagyomány közül. Az is visszatérő, hogy minden hónap harmadik hétfőn találkozunk, ami most ugye a városbora, illetve a vadászok bora választás miatt a negyedik hétfőre esik. Az ászlósbor választás évente történik, ez reprezentálja tulajdonképpen a borrendnek a legjobb borát, mindig a termelők hozzák el a boraikat ebből a fajtából, és a tagság választja ki az egy évig használatos cselszegi fűszeres zászlós borunkat. Ez az a bor ugyanis, amelyet avatásokon, hivatalos eseményeken a rend felkínál. De hogy hogyan lehet különbséget tenni két cselszegi fűszeres között? Vagy egyáltalán hogyan készülhet két különböző ugyanabból a szőlőből? Két készítési mód van, az egyik a hordós, a másik pedig a tartályban készített bor. Mind a kettő lehet csodálatos ízvilágú, mind a hordóban készített, ami ugye rövidebb ideig van a hordóban, majd ezt követően kerül a palackba, vagy pedig a tartályos. A tartályosnál talán jobban előtérbe jönnek az elsődleges ízek és aromák, míg a fahordósnál kicsit testesebb, hosszabb ideig eltartható bort kóstolhatunk. Idén négy borász hozta el cselszegi fűszeresét, a Molnár családi borászat, a Tápióvin Kft., a Füle családi borászat és a Klement borház boraiból választották ki a rend tagjai, melyik legyen az ászlós bor. És persze értékelték is azokat. Olyan cselszegivel is találkoztunk, amely csak sziluettben volt cselszegi. Olyannal is találkoztam, amely tulajdonképpen egy befüldett cselszegi volt. Nem tudni, hogy mi az oka. A borrend tagjainak szavazatai alapján a következő egy évben a Tápióvin Kft. Cselszegi fűszerese lesz a rend zászlósbora. Én nem mondom azt, hogy ez volt a legjobb cselszegi, talán ez volt a legpopulárisabb. Én ezt nem tudnám kijelenteni azt, hogy ez a legjobb volt. Ugye itt nem csak borászok, szomeliék, hanem borkedvelők, teljesen más szakmából érkezők is vannak, amihez egyébként a termelőnek egy nagyon fontos visszacsatolás, hogy nem csak a borászok, hanem mások is értékelik a borát, sőt, szinte ez a fontosabb, mert ugye ők fogják megvásárolni. Természetesen a borok értékelése után vacsora. Ez esetben egy különleges meglepetés, egy több méteres sültestál várta a rend tagjait. Négy borlovag volt a vendéglátó, hiszen Takács István éttermében dr. Kis Péter Zsolt, dr. Tóth Tibor és dr. Vangyel Tibor látta vendégül a borrend tagjait.